Kedves nézőink, augusztus 20-án Ajkán koncertezett a Budapest Bár. Kérem, tekintsék meg erről készült összeállításunkat. Ajkán először lép fel a Budapest Bár formáció, egy nagyon-nagyon érdekes zenei formáció, azt gondolom a zenei élet palettáján. Mikor és hogyan jött létre ez a társaság így, ahogy most fel fog lépni? Budapest Bár 2007-ben alakult, nyáron voltak a stúdió felvételek, a munkálatok, és egészen pontosan december 19-én adtuk az első koncertünket, ami egy dupla előadás volt, és ezt a Katona József Színházba Budapesten. Hogyan jött, és mi hívta létre, mi hívta életre ezt a zenekart? Mi hívta életre? Hát én és a kedves feleségem Gáncs Andra, hisz ő a zenekarnak a producere, menedzsere, és már előtte pár évvel azon gondolkodtunk, hogy valahogy meg kéne újítani a cigányzenét, és méghozzá a kávéházi cigányzenét, hisz hozzám ez áll közel, és ahogy gondolkodtunk, akkor arra jutottunk, hogy teljesen más énekeseket hívunk, olyan énekeseket, akik még cigányzenekar élén nem álltak, és egy kicsit megbolondítjuk ezt a kávéházi hagyományt, és az alternatív életből, a rock műfajából hívtunk énekeseket. Ma este itt lesz velünk Németh Juci, Behumidóri, Kollár Klemenc László és Keleti András. Milyen dalokat, milyen zenéket dolgoz fel a Budapest Bár? Budapest Bár az első időben a 20-as, 30-as évek dalait dolgozta fel. Most már eljutottunk egészen a napjaink dalaihoz, sőt most már saját Budapest Bár dalokat is magunkénak mondhatjuk. Ilyen a tavaly megjelent tavaszi albumunk, a 20.000 éjszakás kaland, aztán az őszi, a délutáni csókok, és most pedig legutóbb egy klezmer albumot készítettünk, ez egy zenei kirándulás volt a Budapest Bár számára, és természetesen erről az albumról is el fognak hangozni dalok. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy egy cigányzenekar kísér rockzenészeket, ahogy említette, hogy rockzenészeket kerestek meg. Ez teljesen más hangzásvilág, arról nem is beszélve, hogy kávéházi zene, azt gondolom, hogy manapság már borzasztó ritka, hiszen szinte eltűntek a kávéházak is. Igen, így van. Sajnos ez a műfaj eléggé kihalóban volt, és ezen is szerettem volna változtatni. Ugye régen elképzelhetetlen volt, hogy Lovasi András vagy Kis Tibor nevét egy cigányzenekarral együtt emlegessék. Ugye nekem ez nagyon fontos volt, hogy ez egy olyan zenei kultúra, és olyan elfeledett kultúra, amit érdemes visszahozni, és ha már visszahozzuk, akkor az üssön nagyot, és olyan emberekkel állunk színpadra, akik megdobogtatják a közönség szívét, és egyébként a zenekar is nagyon sokat hozzátesz, hisz hangszerelésében nagyon sokat dolgozunk ezen, hogy ezek a dalok hogyan szólalnak meg, és kiváló muzsikusokkal lépünk a színpadra, Dobnál Kisvári Ferenc, szimbalomnál Farkas Mihály, harmonikánál, zongoránál Ökrös Károly, és a bőgösünk pedig Farkas Rihárd. Gondolom nem csak slágereket dolgoz fel az együttes. Természetesen van a zenei palettán minden, elfeledett dalokat is nagyon szívesen előveszünk, de hogy az emberekbe olyan hatásokat, érzelmeket váltsunk ki, természetesen kellenek a slágerek, de nem egész koncert alatt. Hogy vannak, nagyon szeretünk olyan, például a Hoppa albumunkon dolgoztunk Trabant és Európa kiadó dalokkal, ami a cigány zenétől azt hiszem a legmesszebb áll, és még nem is tudok zenekart, aki dolgozott volna alternatív zenekaroknak a feldolgozásával. Úgyhogy ez is, nagyon örülök, hogy ilyen dalok is születtek, aztán külföldi dalok is bekerültek a repertoárba, akár Iggy Pop, vagy angol nyelvű, sőt vannak francia nyelvű dalunk is, van egy vendégünk,
vendégművészünk Tárnya Szájdi, aki egyébként ma nincs itt, de a Budapest Bár tagja most már ő is, úgyhogy nagyon színes a paletta, és sőt, tavaly bekerült a Budapest Bárba a Mező Misi is, úgyhogy ő is a zenekarhoz tartozik most már. Melyik az a réteg, melyik az a korosztály, amit elsősorban megcéloztak, hiszen a cigányzene, azt gondolom, hogy a mostani fiataloktól, akik teljesen más stílusú zenét hallgatnak, egy kicsit távol áll. Őket célozzák meg, vagy a középkorosztály is a célkeresztbe került? Hát alapvetően a 20-as, 30-as évek dalival elkezdtük, és a 30-as, 40-es korosztályt próbáltuk mi belőni, de most már azt látjuk, hogy egész széles ez a skála, és egészen a fiataloktól, keresztül az idősebbekig mindenki megtalálhat a koncertjeinken. Persze egy fesztiválra megyünk, akkor jóval több 20 éves van, ha színházakban megyünk el a 30-as, 40-es, 50-es korosztály, és ilyen szabadtéri rendezvényeken meg ugye minden korosztállyal találkozunk. Úgyhogy ez tényleg izgalmas, hogy akár szülők, nagyszülők, unokák együtt tudják élvezni a Budapest Bár koncertjeit. Azt lehet olvasni az együttes honlapján, hogy a zenekar mellett összesen 10 énekes közreműködik. Persze ugye nem lehet ott minden koncerten minden énekes. A mostani koncerten ugye behatárolja azt, hogy kik vannak itt. Egymás dalait ezek az énekesek nem éneklik? Nincs versengés közöttük, hogy akkor most te nem vagy itt, akkor én most gyorsan eléneklem a te dalodat? Hát lesz ilyen ma este például a Szilva Fácska, amit Lovasi András szokott énekelni, és Keleti András barátunktól lesz hallható. Ilyen mindig szokott menni, meg főleg számválasztás, hogyha valaki hoz egy jó dalt, na, hogy akkor azt miért nem ő találta, vagy miért nem rá gondoltunk, hogy ilyen mindig van, ez természetes ez a folyamat, de azért egészségesen működnek itt a Budapest Bárban ezek a úgymond irigységek. Néha jó is, ha van. Ez alatt a 8 év alatt a zenekar gondolom nagyon sok helyen járt, az országhatárokon kívül belül is, a Műpától kezdve nagyon sok helyen koncerteztek. Mennyiben határozza meg azt, hogy éppen hol lép fel az együttes, hogy ki a célközönség? Erre nagyon odafigyelünk, és nagyon hangsúlyos. Amikor külföldre megyünk, akkor egy teljesen más repertoárral kell érkeznünk. Ez ilyen volt a Brazíliában, és amikor Dél-Amerikában játszottunk, azt hiszem egy 7-8 koncertes turnénk volt. Annyira komolyan veszük ezt, hogy ilyenkor a helyi dalokat is megtanuljuk, és ezt a cigány zenei hangzást megpróbáljuk ezekbe a dalokba becsempészni, és ha Törökországba jártunk, akkor Keleti Andris például törökül énekelt, németül, amikor Brazíliába jártunk, akkor brazil-portugálul, és ez nagyon fontos számunkra, hogy külföldre megyünk, akkor a közönséget megtiszteljük, és egyben meg is lepjük az ilyen feldolgozásokkal és ezekkel a dalokkal. Hova szeretne még eljutni a zenekar által? Koncerthelyszínre gondolok. Nagyon, nagyon sok koncerthely van, én már a Budapest Bár előtt is rengeteg helyen jártam. Hát azt hiszem, hogy a Carnegie Hall az minden művész vágya, így a Budapest Bár művészei vágya is. Remélem, hogy ott egyszer lesz alkalmunk játszani, de természetesen, hogy akárhova megyünk, az a legfontosabb, hogy olyan közönséget találjunk, akiket igazán jól lehet szórakoztatni, és akkor nagy probléma nem történhet. Híres Orfeum, Orfi Orfeum, ott reggel 4-ig ezt a nótát kérik, s így mulat a publikum, hogy bennem a éjjel egy kis hocáré, hocáré, hogy legyen a szám a szádé, tádé, miért vagy válé, ki lesi a vén, hogy ingyen, csipkés kis háló engem, samul, aki pajkosan kacsint rám, a végén a mennyben jár. A Budapest Bár három énekes nője közül kettőt itt köszönthetünk az Ajkai augusztus 20-i koncerten, közöttük Németh Jucit. Te hogy kerültél be rock zenekar alapító és rock énekesként ebbe a Budapest Bár együttesbe? Annak idején, amikor 20 évesek voltunk, akkor kezdtem végül is a profi énekesnői pályafutásomat az Anima Sound System szombathelyi zenekarral. Azért mondom, hogy profi pályafutás, mert az a zenekar akkor már jó névvel futott Magyarországon, és én belecsöppentem ebbe az egész zenei világba, és az Animával dolgozott a Budapest Bár mostani menedzser asszonya, aki egyébként a Robinak, a primásunknak a felesége,
Tehát mi dolgoztunk korábban együtt már, és amikor jött ez a Budapest Bár ötlet, akkor az elsők között voltam én, akinek szóltak, mert ismertek, és egyébként kevesen tudják, de kiváltságos szerepem volt, mert leültettek az ágy szélére, elmondták, hogy mi a koncepció, és kérdezték, hogy szerintem kik valók még ebben a projektben, és végülis a Tibit, Kis Tibit, talán a Lovasi, Szűcs Krisztiánt, ezeket mind én dobtam föl témának, vagy ötletnek, és ők benne is vannak, úgyhogy nem is tudják, hogy nekem köszönhetik. Na jó, hát ez erős túlzás, de azért tippnek jó volt. Elsőre az ember azt gondolná, hogy ez a fajta stílus, ez a fajta műfaj elég távol áll a rockzenétől, hogy mégis ennyire jól érzed magad benne láthatóan a színpadon, nagyon élvezed ezt a fajta éneklést is. Érdekes, mert egy zenei projektet kívülről is más nézni, és belülről is. Benne lenni nagyon jó. Attól függetlenül, hogy mondjuk engem nem köt le feltétlenül ez a fajta hangszerelés, nem kötött le, inkább azt mondom, bent lenni és ezeket a dalokat elénekelni teljesen más érzés. Szóval a rockzene az az én egyik szeletem, amit éppen most nemrég lezártam a Nem Juci zenekaromnak a karrierjét, de abban a 7 évben, amíg a Nem Juci működött, abban elég erősen kiélhettem. De azt hiszem, hogy még nincs vége a zenei életemnek, úgyhogy még többféle árnyalat is biztos felcsillan, ahogy idősödöm, ahogy másfajta érzéseim lesznek, meg másfajta tapasztalataim, inspirációk. Úgyhogy a rockzene az tényleg egy jó alap, de Budapest Bárt ugyanolyan szívvel, lélekkel csinálom. Hány dalt énekelsz a Budapest Bár együttessel együtt? A Budapest Bárban van mindenkinek egy komoly repertoárja, amiből válogatunk fellépésenként. Tehát attól függően, hogy milyen alkalom, milyen közönség, mit várnak el tőlük, mit szeretnének hallani. Úgyhogy mindent tudunk, ami a mi kis csomagunk, és a csomagból húzzuk elő a dalokat. A csomagból melyik a kedvenced, lehet választani? Azok a kedvenc dalaim, amikben több oldalamat meg tudom mutatni. Egyébként pont az a jó a Budapest Bárban, hogy az egyik dalban az ember a nőiességét fényezi, meghozza elő, a másikban a pont ezt a rockkeresebb, egy kicsit ilyen elementálisabb vénája csillan meg. Szóval, hogy karaktereket hív elő az ember a színpadon, és aztán ki is élhetem, mert ezek a dalok pont arra vannak kitalálva, hogy magyar szöveggel értelmezhetően valamilyen arcomat tudom benne kiélni, meg megmutatni. A muzsikusnak tából van a lelke, az egész világ szíve dobott benne. A muzsikusnak smoking a kabátja, és nincs egy igaz jó barátja. Megkeresed őt, ha szíved éget, ő muzsikál és megvigasztal téged. Egy nóta és te boldog könnyet ejtesz, és minden rosszat el.